kívánok, szeretettel köszöntöm a képviselőtestület megjelent tagját az idei 13. testületülésünkön. Megállapítom, hogy a képviselőtestület teljes létszámban hétfővel jelen van, így az ülés határozatképes. És még mielőtt a napi rendekre, hogy a orvosállatra rátérnénk, ugye a három intézményvezető most hiányzik, mind a három elkérdezkedett, mind a háromnak máshol van dolga, vagy éppen nincs itthon. Úgyhogy kérték, miután nincs napi rendelő keresztésük, így akkor a távollétükhöz vegyük tudomásul. És mielőtt ugye a napi rendbe térnénk, ami nagyon sok most, először ugye a játékerdei határozatokról szóló határozattal mindenki előtt van, ahhoz kérdés és szelétel. Ugye most két testületülésnek határozatai vannak, mert előbb a közmeghallgatásnál ugye ilyen nem készül. Kicsit várok a jelentkezéshez. Tessék, hogy a veszélyes fák kivágása. Mert megrendeltük, még nem jött, illetőleg azóta is érkeztek még javaslatok, tehát nem is baj, hogy akkor megvárjuk a termés év végét. Köszönöm. Éppen az egyházközségről is emeletet voltunk, akkor mondták, hogy templom melletti tujákat, és hogyha az önkormányzat bevállalná, akkor... Egy füst alapján. Persze, mondtam, hogy... Két házsfát, azt még nem mondták. De én mondom. Jó, csak akkor rögzítsük, én azt kérem a Ritántól. Más kérdés, amennyiben nincs, aki elfogadja a kérem készülhetartásra jelezze. Egy hangulat köszönöm, és akkor átérünk a napirendre. Itt ugye a napirendi pontoknál 10 napirendi pontban, és én még kettőre teszek javaslatot, 3-ra. Mindenképp ugye a 8. napirendi pontnál az egyéb ügyek tájékoztatottnál a rendőrség és a Gábor Lánca közötti járdaépítés az nem maradt a meghívóból, mert ugye már előzetesen számításokat végeztünk, illetőleg most ki is osztottuk a tervezett rajzot, de a meghívóban nem szeretne mindenképp ilyen vegyük napirendre, akkor a tegnapi nap folyamán érkezett, itt a Ardenben járunk, és a Ardenhez a Betlehem díszítéséhez, amely lakossági kezdeményezésre indult, kérnek az önkormányzattól támogatást, és akkor lenne egy 23. napirendi pont, ez már 11-ként, vagy az első 2020-ban lenne, az átülésen belül az első lakásutós támogatásnak a visszafizetésének a döntéshozatal lenne itt az átülésen. Jó, akkor ezt a módosításokat teszem a szavazás, hogy aki elfogadja, hogy ezt a három napi rendet legyük, az készfeltartással egy hangulat, és akkor így most egységes szerkezetben a napi rendi pontjaikat, aki elfogadja, kérem készfeltartással jelezze, 3-6, hétfő egy hangulat. Köszönöm. Rátérünk az elsőre. Reklámhordozók és cégedek elhelyezésének alkalmazásának követelményeiről és még hosszabb sorban táncoló rendelet megalkotása. Ez egy új kötelezettség számunkra, ezt minden kormányzatnak tárgyalnia kell. Erre a jegyző készített egy rendelet tervezetet, és hát is azon a szót, hogy igen. Igazából, hogy a törvényi kötelezettség alapján kell ezt a rendeletet megalkotnunk. Van egy kormányrendelet is a tárban, illetve egy törvény, ami azért eléggé konkrétan meghatározza ezeknek a feltételeit. Itt a saját rendeletünkben, amit én kiemelnék, ez a bejelentési eljárás, ugye a reklámhordozóknak, a cégéreknek a jövőben majd egy bejelentési eljárás keretében lesz a kihelyezésére lehetőség. A polgármester az illetékes ebben az ügyben, illetve neki van hatásköre erre. Tehát nála kell megtenni ezt a bejelentést, és ebben az esetben vizsgálni kell, hogy a kihelyezni kívánt reklám, illetve cégér megfelele a mi rendeletünkben foglaltaknak, illetve a magasabb jogszabályokban foglaltaknak. És a polgármester ezt hát ugye engedélyezi, hogyha megfelel, és a továbbiakban pedig ellenőrizheti ennek a megtartását. És még annyit emelnék ki a rendeletből, hogy szankcionálási lehetősége nincsen a polgármesternek ebben az esetben, hanem a kormányhivatalhoz kell bejelentést tenni, hogyha jogsértést tapasztal, és a kormányhivatal lesz majd, aki a pénzbírságolási lehetőséget is tapasztal. Ez kötelező maga. Tessék. Bocsánat, István. Te mondtál, hogy szeretném kérdezni, hogy ez most reklámfelületekre vonatkozik, vagy telephely cégére is? Azokra is. A kihelyezés. Jó, köszönöm szépen. De az nem engedélyezés, hanem bejelentésről kötelezettség. És a meglévők azok maradnak? Bocsánat. Tessék. Meglévők? Maradnak, persze. De én ezzel kapcsolatban kérdezném, ugye a korábbi jogszabály szerint 1 négyzetméter volt. Nem, az más, ez most csak bejelentés.
De ugyanaz a kategória. Ugyanaz a kategória, aki kihelyezett egy négyzetméternél kisebb, vagy egy négyzetméter terjedelmű reklámot, az most a következő be kell jelenteni, 0,75-et a polgármesternek el kell utasítani. Hogyha ilyen... Igen, mert ez 0,75 négyzetmétert ír az a rendelet tervezet, hát ehogy nem. Van kivételre lehetőség évente összesen 12 naptári hétre. Jó, de hát ez a szórólapozás szintje. Ja. Fél év, meg három hónap, nem? Annyi van a polgármesternek. Igen. Most az egy négyzetméteres reklámokkal mit csinál? Mert ugye az engedélynél sehova se lehetett kitenni, de most ebbe bent van, hogy arra is be kell jelenteni. És csak egy évig, még 9 hónapig engedélyezheted csak. Vagy rosszul értem? Mi? Nem, szerintem most nem. Válaszok külön, tehát az, hogy be kell jelenteni a cégért, ami maximum 75 négyzetméter lehet. Igen. Meg mellette vannak a reklámfeliratok, ami lehet ugye egy négyzetméter. Nem. Kettő is lehet kettő. De a kettőnél akkor már... Igen, szerintem csak a cégérnél van. Egy négyzetméterig csak bemenni. De hát ugyanaz most akkor válasszuk ki, hogy a cégér mi a reklámterület. Hát a cégér az, ami egy cégtábla. Igen. Tehát igen. Mondjuk, a név meg most ki van írva, hogy RBF nyilászáró jobbra, az cégér. Hát, hogyha a magának a telepeinek a megjelölésére szól, akkor az a cégére. Az reklám, nem. Itt a... Igen, igen. De csak valahol a telepésen ki van helyezve. Az reklám. A cégén, amikor a telephelyen van kitéve a cégén. Azzal jelöli meg, hogy itt működik. Itt működik. Véleményem szerint. Igen. Jó. Na mindegy. De akkor azt is meg kell... De van 5 négyzetméter, az nevetséges. Persze. Felület. És ez központilag van, ami ez a 0,75, ezt lehet módosítani. Ez jó. Hát akkor egy négyzetméter javaslom, mint a másiknál is. Az is egy négyzetméterig bejelentéses. És azon felül lehet, mert hogyha magasabb jogszabálytartalmat van, akkor mi nem sírhatunk. Egy négyzetméter fölött eddig is. És az égét ugye a telekhatáron belül. Akkor azt nem olvastam. A telekhatáron belül akkor az nem vonatkozik fel. Tehát itt, hogyha maga a telekhatáron található. Tehát a telekhatáron belül kirakat. Hát, kérdés van is. De nem úgy írja, hogy a telekhatáron kirakat. Úgy írja, hogy ez közterületből látható. Igen. Közterületből látható. Ez valamelyik másik rész mondat. Jó, a cégérnek az a cél, hogy látható. Én a kormányzatot is hozzánéztem, és ugye ott volt, hogy ez konkrétabban meghatározva. És ez is ugye most a reklámtáblára nincs semmi. Itt van, az első, tehát a közterületről látható. Igen. Egy oldalán két négyzetméternél kisebb felület reklámberendezés. Tehát és minden évre unatkozik. Tehát a közterületről látható. Tehát a két mindenre beljebb van már a telekhatártól, akkor is unatkozik rá. Mert a közterületről látható. Hát az a lényeg. Hát ennek alapján vagy is legyen. Nem, ez információs berendezés. Hát, berendezés, igen. És arra itt nincs kitétel, a információs berendezést hol helyezheted el? Van? Nincs. Csak a cégére vonatkozó, ami van? Hát a cégére maga is, az információs berendezés az egy gyűjtőnél. Értem, jó. Hát a cégére is abba beletartozik. Jó, de a cégére külön kitétel van itt, hogy hol helyezheted el a telephelyt, falán, kerítésen, etc. etc. Az itt van, azt mondja, hogy a 6 paragrafus egybekezdés. Nem? És hol van akkor a reklámhordozók? A kormányrendeletben van meghatározva, tehát az központilag már szabályozott. Itt a 8. paragrafusnál van a 4. bekezdésen belül a B pont például. Ezt tartalmaz. Hát ugye a 2 bekezdés egy utal a elhelyezésére, de most ugye itt erre nem tér ki ez a rendelet. Hát mert ezt mi nem módosíthatjuk, ami a kormányrendeletben. Ja, értem, de ugye azt nem tudjuk, hogy mi tartozik oda most akkor. Amit én mondtam. Hát kérdezzem meg, hogy ez a rendelet most határidőre kell megalkotni, vagy várhatunk vele esetleg. Meg kellett volna. Jó, mert egy picit most olyan hatás van, hogy egy kicsit, mint hogyha elsietett lett volna.
Nem, mert itt csak a cég érdekre vonatkozót módosítja, többire... Ez a új szabály. Okay, csak a cég érdekre vonatkozik, tehát ő nem tehet ki egy négyzetméternél nagyobb között tábla. Vagy 0,75 négyzetméternél. Jó, hát ez most volt egy javaslat, mert akkor nem igazából ez a települési alapszolati kézikönyvben, amelyet itt most készül, és jövő hétvégén lesz ugye a egyeztetése. Ez igazából annak az egyik, mert hivatkozik is arra már, ez egy településkérő szempontból, annak az egyik intézi belőtt utára, hogy ilyen rendeletet ahhoz meg kell alkotni. Értem, feladatok a kozikról. Na de nem mi dolgozzunk az alá, hogy mit készít majd a település. Hát az egy más is készít, igen. Ne dolgozzunk alá. Azért ne szabályozzuk meg, azért 0,75 azért ez elég. Lépjünk egyre. Ezt lehet módosítani. Jó, lépjünk egyre, ahogy a többinél is volt, mert ugye eddig is ugye 1 négyzetméter alatt volt engedély nélkül kihelyezhető, 1 négyzetméter fölött eddig is kellett hozzá engedély, akkor ezt is 1 négyzetméterre majd javaslom, hogy módosítsuk. Csak most nem engedély nélkül, hanem bejelentéshez kötött lesz, ennyi. Amit kötelező, tehát mindenhol. Itt szerintem határozzunk meg méretet. De az 1 négyzetméter fölött még nem mehetünk, mert az úgyis engedély kell, tehát azt nem mondhatjuk, hogy nálunk bejelentés, amikor engedélyt ír el a központi jogszabály. Azért mondtam, hogy az 1 négyzetméter, hogy akkor a kettő szinkronban lesz. Ugye, de a rendelet úgy fogalmaz az előzőn is, hogy a közterületen nem helyezett. Vagy látható, a közterületről látható, ez eddig is volt. Igen, itt jön majd ez a település képi rendelet is képbe, csak az nincs még, tehát azt nem alkottuk meg. Ahhoz kell majd ezt a rendeletet összehangolnunk. Tehát én szeretett volna tényleg azt korábban, vagy előbb megalkotni, csak hát ugye most azt a rendeletet viszont a főépítész készíti. Ennek már letelt a határideje. A település képi rendeletnek viszont december 31-e megalkotási határideje. Végül is írunk, igen. Ahhoz fordoljuk ezt össze, hogy nem létezik. Bocsánat, nem akarok senki arra, hogy nem szólt. Egy javaslat volt, hogy akkor a rendelet tervezett 6 paragrafus 3-as bekezdésében a cége maximális mérete 1,1 négyzetméter lehet. Én javaslom, hogy akkor ezt a rendelet tervezetben javítsuk, aki elfogadja a kézfeltartásra jelezve. 2, 3, 4, 5 föl, tartózkodás, 2 külműváltan a testület javaslatot elfogadta. Van-e más módosítási javaslat? Jelentkezést nem látok, akkor aki így a módosítással rendelet tervezet elfogadja, azt kérem kézfeltartásra jelezze. 3, 5 föl, tartózkodás, 2 fő megalapján rendelet tervezetet a testület elfogadta. Második napirendi pont, az önkormányzati hivatalban foglalkoztató közképviselő illetmény kiegészítésről szóló rendelet megalkotása, a rendelet tervezetet a jegyző elkészítette, mindenki megkapta a testületi anyaggal, ugye ebben a anyagban 20% szerepel a képviselő testület 20%-os illetmény kiegészítésről dönthet rendelet formájában, ugye tavaly évben 30%-ot döntöttünk, de 20% rendelet formában és 10% pedig a munkáltató, a vezető eltérítés formájában biztosítottuk hozzá a forrást. Amennyiben úgy dönt a testület, ezt most is csak így lehet megtenni. De először mindenképp akkor a rendelet tervezetről vitatkoznak, illetve eldöntenénk. A tavalyi évben elfogadott, az csak egy évre szólt. Tehát minden évben csak. Ami ebben található, ez a 20%. Ez a költségvetéshez igazodik, gondolom, mindig, tehát valamilyen szinten. Akkor aki a rendelet tervezetet elfogadja, kézfeltartásra jelezze, hétfőre egy hangulat, és akkor a 20% költségvetésben való biztosítást, akkor meg tudjuk beszélni? De hát ez a vezető feladat. Hát de a forrást a testületnek biztosítani. Tavaly évben is úgy volt a döntés, jól tudom, hogy ilyenkor ezen a ülésen meghozta a testület azt, hogy a költségvetésben majd be lesz tervezve ilyen előzetes Akkor aki a 20%-os forrásbiztosítást támogatja, az kézfeltartásra jelezze a költségvetésben. Hétfőre egy hangulat.
Következő a 18 évi belső ellenőrzési terv elfogadása, ezt is kiküldtük a meghívóval. Itt ugye megkértük a belső ellenőrzőt, hogy készítsen egy tervet, mert az is az a neve, tehát egy előzetes ellenőrzés alapú stratégiát, amelyet 18 évben tudunk lefolytatni. Az előttünk lévő NUR készítette. Nem tudom, hogy van egy kérdés, hogy ezt november hónapban kell mindig elfogadni. Ezt mondom, szakszerűen jelentette össze. Ő jelentette össze. Külső vállalkozó végzi a belső ellenőrzést, és két témát állapított meg, amit majd vizsgálni fog a következő évben, az szerepel itt a cél. Igen, a célok között kettő darab témakör. Ezt vizsgálnánk, és hát vizsgálná ő, és akkor ennek hatására mi is tudjuk esetleg a gyakorlatunkat majd ha szükséges módosítani. Kérdés nem látok, akkor aki a versenyvételmet elfogadja, készfeltartásra jelezze, hétfőleken mindig. Következő, itt már én vagyok a előterjesztő. A Panonvízi Erdő vagyonkezelési szerződésének megtárgyalása. Ugye itt két megállapodást kaptak a képviselőtársaim. Az ellátásért felelősök megállapodást tervezett, ez van az elején. Erről elvileg nem kellene szavaznunk, úgyhogy erről meg akkor a végén beszélünk. És utána előttünk utána az a 17 oldalas vagyonkezelési szerződés tervezett. Ez korábbi években is ugye, hát végül is semmi más, mint a 2015-ben a Panonvíz által kezelt vagyon a önkormányzatok illetékességi területi arányában visszaadta, és visszavettük ugye a szolgáltatótól, úgy, hogy ugyanakkor meg a vagyonkezelésre visszaadtuk a szolgáltatóban. Ezt most meg kell újítani, erről szól maga a vagyonkezelési szerződés tervezet, amelyhez vannak mellékletek, és akkor tényleg majdnem soroljam, hogy folyométerben, vagy utcák szerint kimutatásba átadják a mindegyes önkormányzatnak azt, hogy őt az a Panonvízből mekkora vagyon tárgyak, illetve is van mellette, illeti. Ugye a Sárkány esetében itt tulajdoni érték 36.274 forint, de ez a könyv szerinti érték, ez nem a magas vagyon, de ezt mindenki tudja. Erről mindenképp döntenünk kell. A másikat én azért kértem, hogy hozzuk be testrepülésre, mert ugye a múlt héten volt regionális értekezlet Csornán, és ugye látszik, hogy a Ivóvíznél és a Szentvíznél is ugye hálózatokra bontották a Panonvíz működés területét, és úgy hálózatokra, amelyek adott esetben egy Ivóvíz hálózaton vannak, egy Szentvíz hálózaton vannak, azokat az önkormányzatokat bonták egybe. Hát az Ivóvíz hálózatban pont a miénk, ugye a 14 önkormányzattal, jól emlékszem, a legnagyobb, és Csorna város, hogy nem vállalja ezt a vagyonkezelési hát gesztorságot, de itt azt mondom, hogy ellátásért felelős önkormányzatot, úgyhogy a vízmű megkérte, hogy utána az egyik legnagyobb önkormányzat Bősárkány, ami ezt elvállaljuk-e. Ez arról szól, hogy a energia hivatalnak, akik végül is ugye a különböző engedélyeket, illetőleg a díjmegállapítást végzik, azok a ellátási felelős önkormányzat találnak kapcsolatba. Az ellátási felelős önkormányzatnak kell ezeket az adatokat szolgáltatni, illetve velük a papírmunkát elvégezni. Itt a vízmű vezérkara, mert végül is itt volt a főmérnöktől, a főkönyvelőn, illetve a vezérőrazaton keresztül mindenki mondta, hogy valóban az adott felelős önkormányzat az, aki az aláírást meg kell, hogy tegye, de természetesen papírmunkát az elkészíteni, ezt a Panonvíz Rt. Továbbra is vállalja. És egyből sárkány, hogy elvállalja, én azt kértem, hogy a testet ezt erősítse meg, vagy mondja ki, hogy de. Én azt mondanám, hogy hát erősítsük meg véleményem szerint, mert ha akarátus minden egyéb jót, akkor tehát előkészítik a testet. Hízunk benne, igen. Igen. Mert szerintem azért a Panonvízzel hosszú távon egy ilyen fajta ezt is azért lehet, hogy különböző döntések meghozatalánál, vagy egyéb érdekérvényesítésnél nem biztos, hogy rosszul jön. Hát eddig is jó volt. Nyilván természetesen, de mindig ezzel meg lehet, hogy még jobban tudjuk erősíteni, mélyíteni a jövőbeni kapcsolatot. Köszönöm. Tehát eddig is jó volt, hogy nagyon sok minden segített a Panonvíz Rt. Eddig folyamán is, nem csak a kicsikbe, hanem helyben is, regionálisan is, meg tényleg központilag is, tehát azt tudom, hogy nagyon jó velük a kapcsolatunk, jó, mint a Magyar Postával. Ami felvetődik a kérdés, akkor ki lesz a ennek a Rába közé járásnak a vezetője, Bők Sertkány vagy Csorna?
vagy Kohn-Vecla? Nem, mert Sanche vállal semmit, Kohn-Vecla, mindent ránk testálnak, most nem tudom, hogy miért kell nekünk ezt is fogadni. Csorna miért rúgja le magáról? Holott ugye most van egy ügyünk, ugye, ami úszik mellett a vagyon megosztással kapcsolatban, nem tudom, hogy mire megyünk vele. Én nem tartom ezt szerencsésnek, de hát ha nincs más megoldás, valakinek el kell fogadni ezt. Így van. Most a másikat én nem keverném bele, ugye most még csak kialakulóban van, és ugye arról Csorna a legkevésbé sem lehet, mert még ugye képben sincsen, még annyira sincs, mint mi. Itt viszont valóban valakinek el kell vállalnia, és ha Csorna nem, akkor utána valóban mi jövünk. Az, hogy ő miért nem vállalja, hogy több ilyen ellátásból miért vonunk ki, arra nem tudok választ adni. Az, hogy a kisebb önkormányzatok, hogy különböző szereteket vállalnak, azt viszont mindenki meg tudom erősíteni, hiszen itt az egészségügyi ellátásban a gesztorság mai napig itt van Bősárkánynál, szociális ellátásban a gesztorság 17 településre ott van Kónynál, így mi is hozzájuk társultunk, tehát azért mondom, hogy vannak ilyen társulások, amelyek a mai napig is működnek, valóban a Székelyterületen is kivonult belőle, itt sem vállalta, magán ezen a regionális értekezleten mondta a polgármester azt, hogy ők aztán nem, hogy itt a vízkezelési ágazatnál kérték meg Bősárkányt, a szennyvízkezelési ágazatnál például Parádot kérték fel, azt sem vállalta be Csorna. Ja, most majd az Oliver vállalja, nem hiszem. De, majd de, az de. Is ide jön, majd az is ide jön szépen. Hát 5 év múlva mi lesz, azt nem mered mondani, ja, jelenleg bevállalta. Mert ha netalántán úgy lesz, hogy bent lesz a vagyonunk a szennyvízbe, akkor azt is ide teszünk. Bent lesz. Jó. Csak ugye ez nem ér nekem plusz feladat, a polgármesternek azt... Megszoktam. De nem, de a megszokás kérdése, mert... Tehát, ha megcsinálják a papírmunkát, akkor ez a legkisebb. Tehát rendőrökhöz többet járok hetente, mint ami ezzel van. Na jó, mindegy. Nekem más a véleményem, tehát most legyen így. Jó. Mindegy, akkor beszéljünk a vagyonkezelési szerződésről. Ezt 2 évvel már jóvá hagytuk. Akkor én azt kérték, hogy újítsuk meg. Én azt javaslom, hogy a önkormányzatok ezt fogadja el. Van-e más vagy van-e kérdés észrevétel, más javaslat? Akkor nincs akkor, aki a vagyonkezelési szerződést elfogadja, azt kérem készfeltartásra jelezze, egyhangul a két fő, és akkor én kérem a szavazást, hogy akkor itt a ellátási felelős önkormányzati Bősárkány bevállalja, amennyire időt fog kérem készfeltartásra jelezzük. 3, 6 fő igen, tartózkodás? Igen. Egy fő tartózkodásra. Köszönöm szépen. Következő kamerarendszer bővítése. Ugye mindenki megkapta, ez még kiment a meghívóval. Egyet tudok mondani, nagyon sok, viszont nincs alkú. És ahogy ezt én tudom mondani, ugye még a tavasszal itt a kamerarendszernek a karbantartására az volt a döntésük, hogy próbáljunk a patenttel alkudni, és hát egy 10%-os csökkentést próbáljunk elérni velük. Hát letelt az egy év most már, és nemhogy nem engedtek, hanem inkább nem kérték a karbantartásra az egy évi a díjat, tehát azt az idejében megspóroltuk, de egyszerűen nem voltak hajlandók engedni az áraikból. Tehát az 550 helyett azt mondtuk, hogy legyen 500 000 forint, és mondták, nem mondtak semmit. Inkább nem fizettünk az én karbantartásért, nem volt egy szerződés, úgyhogy jövőre már mindenképp kell, mert letelik az egy évi utálás. De nem, azt mondták, olyan nagy cég, hogy mondom a többiekhez viszonyítva, hogy akkor eltered, akkor más is, inkább nem fizettünk egy évig, és így sem tudunk alkulni, tehát vagy elfogadjuk, vagy nem, egyet tudunk mondani, hogy sok. Ugye 7 kameráról lenne szó, 2 rendszámfelismerésre is alkalmas kamera, 5 pedig a jelenleg is itt a hivatalon lévő IP kamera lenne. Ezek közül ugye kerülne egy Olos utcába, a Szent István utcai csatlakozásra, 3 kerülne a 4 kerülne a főtérre, és 2 pedig itt a szintén. Na, igen, nem úgy van? Nem úgy van. Akkor Györgyi vasúti ajánlom, egy darab, illetve Györgyi vasúti ajánlom, de ez a kanál is nálam, 2 darab fix kamerát, 2-3 darab fix kamerát. Ja, ezt azt hagyjuk el. Ja, azért, tehát azt nem értettem. De a képből ugye látom, hogy van szed a kanál is, most szeretném. Oda egy, igen, igen. Ez a 2 van ilyen a kép felé. A már Dörr is rossz szedtem az egy. Nem a Dörr, az miért? Ez az ifjúsági ház a Dörr. Nem, az a fölött. Nem az alattal. Mi?
Amit a Dőri Vasúk irányáról a hír, az a kanális. Sőt, a házadalak a kanális. Ja, igen. Az a kanális. Ja, azt hittem, az elfele van. Én itt kettőt látok. Kettős. Három a fiasztér. Egy van. A fent is három. Egy van. Kurdulázolni a kettő. Köszi? A kultúrház az kettő darabban. Meg egy rendszeres menet. A kultúrház az három. Tehát 3-3-1, és akkor igen. A dörtől elkezdve a kettő is rossz. Akkor a kultúrház a kettő, de akkor ott már van egy, ha ez egy főtéren nincs. Nincs. Ott nincs egy sincs. Itt van a önkormányzatnál. Mi picit átbeszéltük ezt az egészet. Igazából a kameraszáma nem változna, hanem csak helyben. Ja. Egy lenne, a kultúrházon egy lenne, ami az utat veszi, az Egyi utcát, ott le van egy rendszer, rendszám felismerős kamera. Egy megy befelé, a bolt fele, az veszi a teret, veszi a boltnak az előterét. Egy megy a bolttól, az már bolton van, egyelőre még itt a műfázra írták, de bolttól visszafele a műfázra, az veszi a teret, főteret, meg a műfázra. De miért kell, ha a kultúron lesz egy, ami veszi azt a... Holtérek vannak, és tehát így van, így. Egyelőre ugye 4-nél tartunk, vagy 3-nál tartunk. 3. Egy lenne a Szent István utcai kereszteződésben. Igen. És 3 lenne a piac tér körbefoglalva. Egy a kukákra, igen. És 2 a magára a piac térre, az óvoda végére, tehát a piac térre 2 fogja vett teljesen. Igen. És így lenne a 7 darab. Most kérdezem már csak, hogy a Szent István utca kereszteződésében milyen apropóból? A mozgás, hogy ki kell arra az iparterület fele, illetőleg a PS fele. Ez kifele fog, vagy befele fog, befele közlekedőt fogja vizsgálni. Ez a, hogy mondjam, a Vasút utca, tehát magára a kereszteződésre van fókuszálva igazából, és ebből látod, aki Vasút utcáról befelé jön, meg aki meg látod, aki kimegy a TS Majorra el-vissza, tehát teljes mértékben. Ezt látom, hogy igazából az evintéken kívül, sarkánál lévő, ott teljesen a kereszteződés teljesen lefedi. Ez annak idején, mikor a legelső tervekben... Csak a irányába mutat meg. Igen. Ez a legelső tervekben is ez bent volt, ez még külön, még annak Karcsinak a kérdése is volt külön, hogy ezek miatt a... Hát ott elég nagy forgalom van, hogy ő nekik itt hozzák, jönnek, viszik, stb. Meg hát azért nekünk is biztos, hogy egy megbízható pontot. Más kérdés? Indukolja ezt a pontból zajlás a lényeg? Hát egyik-másik indokolja, bocsánat, hogy beszélok, tehát hogy igen. A ifjúsági ház, illetve a buszmegálló, meg a kuka, meg azt a Bermuda háromszöget nézzük, hát köszönöm szépen. A tiéd oldalról legalább meg tudja az ember, hogy ki hordja oda a gumiabroncsokat, meg a dunyha nagyságú zacskókat, meg zsákokat. Azt egy időszakos kamerából is meg lehet oldani, szerintem Szabolcs. Oldjuk meg valamivel, nekem az a legfontosabb dolog mindenképpen, mert az tarthatatlan. Könyvtárról, annak a felügyeletét. Tarthatatlan, ami ott van tényleg. Mert ugye azt még meg is tudjuk nézni, de bevisszük a rendszerbe, ezt meg se tudod nézni. Melyiket? Ezt. Hát ezt akarom. Dehogy nem, hogyan nézhetem? Elvileg nem? Jó, tudom. Elvileg nem, gyakorlatilag igen, vagy gyakorlatilag nem, elvileg igen. Jó. Indokoljak? De mindenképp a meglévő kameráinknak segítség. Nem csak nekünk, ugye hát elvileg nem is nekünk képült, hanem a rendőröknek, mert ők tekintetek bele, sőt, ugye le is foglalhatják a felvételeket. Ma voltam délelőtt ugye a közbiztonsági járási fórumon, és hát a tavalyi év legnagyobb sikereket, idei év legnagyobb sikereként értékelte ugye a rendőrkapitány úr, hogy a temető parkolójában lévő gépkocsi feltöréseknek a tetteseit, ő tettes mondott, hogy elfogták. Ugyanakkor ugye én tudtam, és hát hozzászóltam és mondtam is, hogy nagyon örülök neki, mert maga a beazonosítás az a bőrsárkányi korában, persze a bőrsárkányi kamoráknak a segítségével történt, és így most tudták, itt keresnek. Így Csornán temető parkolóval is kapták őket, és most már felügyben gyűlítették a hálózatot. Az, hogy van-e haszna, vagy hogy indokolt, tehát azért mondom, hogy így látható, hogy van.
azt most ennyi kamerát, hogy megcsináljunk-e ennyi pénzért, ezt erre nem tudok őszinte választani, mert az az első benyomásom is, hogy sok. Az, hogy haszna van, van, látszik. Jó, én azért hoztam bemondom, hogy most van a lehetőségünk, amikor tényleg érdemben meg tudjuk tárgyalni, hogy akkor is, amikor elindítottuk, azt mondtuk, hogy több lépcsőben az első lépcső megvalósult, és az működik, hát jövőre meg már a karbantartási díjköltségvetésünkben szerepel, mert egy év után mindenképp kell. Itt a fejlesztésemnek ez az ajánlatot adta a patent. Tényleg nem tudok hozzászólni, mert... De a jövő évi költségvetés tárgyére. Hát ez várhatóan akkor is nézett, igen. De nem lépcsőzetesen fog megvalósulni, hanem két lépcsőbe akkor. Igen, mert utána már még egy... Igen, már nincs még egy lépcső. Igen. De mert valamikor, amikor elhalasztottuk, akkor azt mondtuk, hogy majd fokozatosan... Ha most is lehet. Továbbfejlesszük. Csak ugye az, itt, az lenne itt a legnagyobb gond, hogy most megbontanánk ezt a, mit tudom, 7 kamerát megint két fele, 3-4 fele, ha összeadnánk a bekerülési összeget, akkor még egyszer annyi lenne majd. Mert ugye még egyszer adnak ajánlatot, akkor még drágább lesz. Mert most tudják, hogy monopól helyzetben vannak, mert ők csinálták eredetileg, most ennyit kérünk. Más nem tud csinálni, mert ugye ebben a rendszerben kell becsatlakoznod, ha ki akarsz ebből lépni, akkor meg őrült pénzt kell fizetned. Így van? A logisztika is minden. Így van, pontosan. Tehát a rendszert is ők üzemeltették, vagyis ők is tartják kalba akkor. Hát még nem, de igen. Hát ők tehát, fogják. Nem, majd ők fogják. Így van. Szerintem feltételesen el kell, már ha megcsináljuk, akkor csináljuk meg egybe. Ne aprózzuk most már még egyszer. Jó, de nem, de ez a szavazásra, tehát azért kérdezem már, mert én nem harcolok ezért most. Lehetőség, mondtam, hogy itt van előttünk az alkalom, kérjünk, itt ugye a kollega kiharcolta, sikerült akkor egy ajánlatot adni, ami egy összegű ajánlat, tehát mondom így, alkalom nem tudunk megmondani, lehet, most. Igazából az árajánlat 90 napig érvényes, jövőre is tárgyalhatjuk, jövőre is megfordulhatjuk. Jó, csak milyen új információk lesz jövőre? Ugyanez lesz szerintem. Ugyanez, csak ez belekerülünk. Persze, a költségvásárlás megszavazók az jövőjű költségvetésbe. Én azért gondoltam azt, hogy feltételesen, hogy tegyük bele a költségvetésbe, és ha netalántán úgy jönnének ki a számaink, hogy nem férne bele, akkor azt mondjuk, hogy nem csináljuk meg. Jó, akkor nem azt mondom, hogy az ajánlásokat elfogadjuk, hanem akkor ennek a költségét igen, költségvetésben igen, az önkormányzat. Próbálj beépíteni. Jó, aki ezt így támogatja, hogy a költségvetésbe építsük. 6 fő, tartózkodás, 1 tonalátra testet, így fogadt el a napirendi pont előterjesztését. Település értéktárbizottság, a jegyzővel a terjesztő, anyagot kifürültük. Igen, már a korábbi évek során is felmerült kérdésként, hogy létrehozza az önkormányzat itt a települési értéktárat, hogy ennek a feladata az lesz, hogy a településen azonosítja majd a fellelhető nemzeti értékeket, és akkor ebből egy értéktárat hoz létre majd, ami továbbítható a megyei értéktárvére az országos értéktárba, és majd esetlegesen akár munkaikunként is lehet kezdeményezni ennek a nyilvántartását. Ez a bizottság már a kulturális bizottságülésen többször is megtárgyalásra került, itt 6 személy az, akit javasoltak, hogy ebben ennek a bizottságnak a tagja legyen, és hogy határozati javaslat is ez ennek a 6 főnek a megválasztását tartalmazza, illetve ezen kívül még, hogyha ez a bizottság felállításra kerül, akkor a szervezet és működési szabályzatát is az, amikor a testületnek kell jóvá hagyni, hogy ez is ki lehet küldve ennek a tervezetet. De igazából itt úgyis a kulturális bizottság járnak el azok, aki esetleg részletesebben tudna tájékoztatást adni, hogyha szükséges, szerintem. Benne van. Én nekem egy kérdésem van, hogy itt meghatároztak a SMS-ben, hogy a bizottság tagjának a száma 6 fő, de most is 6 főre teszünk javaslatot. De a tagjának a száma az bővíthető, nem? Persze. És akkor nem... Minimum 3 fő, tehát annyit tartom. Csak hogy akkor célszerűen be
tenni SMS-be, hogy 6 fő. Ja, hogy már az SMS-t. Mert akkor utána mindig az SMS-t is orvosítani kell. Lehet úgy is, persze. Hogy minimum 3 fő. Vagy minimum 6 fő, igen. Hogy SMS-be úgy írjuk el vele. Úgy is lehet tenni. Mert akkor később ha azt mondjuk, hogy igenis van még, akkor szeretnénk a effektárba. De végül is, hogyha módosul a tagoknak a létszám, akkor is a testület döntet, akkor azt is lehet egy úton módosítani, de így is lehet. Értem, csak ugye az egyik az rende, hiszen azt mondja, az is határozottan fogadjuk el. Akkor nem, tehát akkor lehet. Tehát tagokat mindenképpen a testület módosítani később. Jó, de az SMS is határozottan fogadjuk el, akkor mindegy. Van egy szerintem. Nincs, akkor kétszer szavazunk, ugye? Igen, akkor szabad felni kimondni. Igen, Szabolcs elszerint érintettségítésű kimondni a szavazásból. Más nincsen. Akkor viszont erről már egy külön határozat kell hozni, hogy a mostani kizárjuk a Szabolcsot, igen, tehát akkor először arról szavazunk, hogy kizárjuk a Szabolcsot a szavazásból, aki ezt támogatják, vagy ezt készfeltartásra jelezze, akkor hatalmi. Nem tudtunk, hogy kizárjuk a szavazásból, akkor egyes szám határozat javaslat, hogy megválasztjuk a Hungarikum Település Értéktár Bizottság tagjait, aki ezt támogatja, 6 fő közül az eddig 4-en. 5-6-an, köszönöm, és akkor a 2-es számú határozat javaslat, hogy a értéktárbizottság SMS-ét jóvá hagyjuk, aki elfogadja a külön készfeltartást. Erről már szavazhat szavazni. Itt már 7 fő. Köszönöm szépen. Akkor következő, ugye hát egy napirányi pontot az előterjesztést nem tudtam kiküldeni, mert ma volt a borítékvonulás, illetve a védelhalbizottság ülés, de most a testvetődés előtt kiosztottuk, mert fel is hoztam a leérkezett ajánlatokat. Igen. Azt teszem elő. Tehát meg volt ugye a három ajánlat adó, akit felkértünk mind a három megküldte határidőre, sőt, már tegnap postán érkeztek az ajánlatai. Tehát ennek eleget tettünk, és akkor ma 11 órakor megtörtént a, 14 órakor a borítékbontást. Megállapodtak, hát végig is ott van mindenki előtte a borítékbontási jegyzőkönyv, akkor nem olvasom fel. És akkor hát ugye mellette ott van a lényeg a bírálati jegyzőkönyv, amelyből ugye a három adó közül megállapították, hogy a Makadám Kft. Adta a legkedvezőbb ajánlatot, bruttó 23.834.327, a másik kettő ugye ennél magasabbakat, 25 millió forint fölötti ajánlatot adott. Kiírás, mennyi volt, bocs, 26 millió. De abban vannak járulékos költségek. A kivitelezésre belefér, tehát nem kell a kormányhoz fordulnunk a többlettámogatás igényre. Mennyivel, mennyi marad? Azt most elhozta. Nem marad belőle, tehát forintok. Értettem. Erre voltam kíváncsi. Igen. De lényeg az, hogy nem tudom. De mondjuk ha maradt belőle, akkor azt átcsoportosíthatjuk, ugye a más kiadás nem lehet. Nem erre voltam. Értek. Jó? Tehát akkor a döntéshozatról az, hogy akkor a képső testületünk a Virágbizottság által javasolt Makadám Kft. Vissza meg a kiviteli munkáinak és eszközbeszerzési munkáinak az elvégzésével, aki ezt támogatja, azt mondjuk készfeltartásra jelezze. Egyhangul a képző. Ha az ajánlatban adott állam. Akkor átérünk az egyéb ügyek tájékoztatók, Levente utcai lakosok kérelme. Megkapta mindenki, tavaly is ugye urváztuk és védeveztük, kömörítettük az utat, ezt kérnék a lakosok az idei évben is. Így nézem, hogy talán mindenki rájött. Nem? Az új emény nem. Elég sokan van. Nem, biztos, hogy nem azért, csak most éppen a kíváncsiság. Neveket nem is mondok, tehát azt nem is akartam. Javaslom, hogy akkor ugyanezt a kétszer elvény múlvával javítsuk meg az idejében is a Levente utcán. De azzal nem lehet, ugye beszéltünk akkor veled, hogy Karcsi is itt volt, hogy azzal nem lehet megjavítani, mert újfent ugyanez a... Hát egy év múlva ugyanez a helyzet lesz, igen? Nem egy év múlva, fél év múlva, mert fél éve is megcsináltuk egyszer. De. Na, Karcsi felvetett egy alternatívát, hogy mi lenne, ha hoznánk egy grédert, amit nem tudom én, el tud rendezni 2-3 órában, ami 30-40 ezer forintot jelent. Ugye
a glédre az olyan eszköz, ami az utat le tudja simítani. Tehát úgy tudja lesimítani az utat, hogy az oldaláról a legyúrt murvát felhozza a közepére, kibolgál, hát azzal a patkát rendbe tudja tenni, és utána meg le kell hengerezni, ezt a Karcsi vállalta, és a grédene a költsége, azt mondja, hogy 1-2 órába, 3 órába mondjuk meg, állapítja 30-40 ezer forint. És utána lehet rávinni murvát lokálisan, ahol, tehát ahol hiányzik, és akkor utána azt le lehet hengerezni, nagy hengerdel le van hengerezve, akkor egy évig talán kibírja. Ennek ez lenne a motto, mert ha úgy beleborogatunk megint a gödrökbe murvát, ugye hiába tömörítjük azt bele, egy idő után újra kikátyosodik, mert ugye nem csak személyautók mennek azon az utó, hanem hát nagy autók is mennek. Hát meg átkötöd, és sokan arra kerülnek. Hát ugye, de volt ott nekünk egy 7,5 tonnás korlátozásunk, ami ugye nincs nyélbe ütve még a mai napig. Mindezt mondtam én is, Gabi, csak én röviden, tehát nem fejtettem ki ennyire, mert én is mondtam, hogy léderezni, akkor murvával megszórni, akkor ezt így fogalmazok, illetve a végén tömöríteni. Végülis akkor azt mondom, hogy ez lenne a javaslat is, hogy akkor ezzel a Levente utcai útfelületen javítását, hogy végezzük el még az idejében. Hát ez körülbelül, de bele azt mondtad, 2 kocsi murva, de hát ugye összességben összeget kéne mondani, hogy 100 ezer vagy 120 ezer forint, akkor hát tudnánk, hogy mennyibe kell. Semmi költségvetés nincs, tehát én azt mondom. Jó, ezért mondom, hogy... Tehát ha 150 ezer forint, az csak 1 kocsi murva. 150 ezer forint. Nem. Mert miért? 1 kocsi murva. Nem. Hát a fele megette, hogy 1 kocsi murva annyi lenne. Aranyában annyi. Akkor... Szerintem javaskodjunk egy 150 ezer forintot. Kert, igen, annyit aztán. 150 ezer forintot, és akkor... Akkor oldjuk meg, meg próbáljuk megoldani. Megoldani a grégerezést, meg a murvát. Meg a tömítést. Meg a tömítést. Akkor ez a javaslat, aki ezt támogatja, kész fenntartásra. Egy hangulatétől. Köszönöm szépen. Akkor tájékoztató az önkéntes területvédelmi tartalékerőről. 2 hete megkeresett engem a Zrínyi, ja nem, ez még a fejlesztési, a Gyanúsa-Sopron megyei előkészítő részleg 2 tisztje, és egy jó fél órás, egy órás tájékoztatást adtak, és küldtek olyan prospektusokat, amit ha végigolvas az ember, tényleg még egy órát eltüllöket fölötte. Én megkértem a jegyzőt, hogy ezt próbálja összefoglalni, és akkor írt egy egyoldalas előterjesztést, amit végül is ők is mondtak meg, ami előttünk is áll. Lényeg a lényeg, hogy minden egyes megyében, minden egyes régióban szeretnék felállítani az önkéntes honvédelmi haderőt. Tehát igazából ezt rövidre fordítva, én úgy gondoltam, úgy képzelem el, mint mondjuk Amerikában ugye a polgári védelem, ahol ugyanúgy fegyveres testületnek minősül. Itt is ugye ez a tartalék haderő, ez ugyanúgy alaki, illetőleg fegyverkezelési ismereteket, közelharc ismeretekben részesül majd. Tehát mindenképpen egy aktív, bárhol bevethető fegyvernemet, tartalékos nemet, fegyvernemet szeretnének kialakítani, tisztán önkéntes alapon. Regionális szinten alakítanák ki az ezredeket, megyei szinten a zászlóaljakat, és járási szinten pedig a századokat. Ehhez mindenképp toborzást folytatnak, kérték, hogy a toborzás lehetőségre az önkormányzat adjon lehetőséget, mondtam nekik, hogy akár a mai testületülésünkön itt elmondhatják, tehát ez is ugye ez egy nyilvános fórum, ahol a rátaluk elképzelt feltételeknek, illetve a leírt juttatásoknak ugye hangot adhatnának, illetve mondtam, hogy több fórum is van az önkormányzatnál, hát egy legutóbb pont volt a lakossági fórum, ahol mindenképp azt tudom mondani, hogy kellő nyilvánosságot kapott volna, de nem ez volt a napi rendje, tehát jobb is, hogy arra még nem tűztük, de akár a jövő évben mégis ez nem sürgős. Mondtam, hogy több olyan rendezvényünk van, ahol amennyiben ők kitelepednek, akár ha lesz január februárban a hagyományozó disztmön, és ott is egy sátorba kijönnek, és akkor valóban tudják ugye a tájékoztatást megadni az érdeklődőknek, hogy akár hogyha odáig elhúzódik, akkor augusztus 5-én a falunak.
ahol szintén kitelepednek, és akkor ezt a lehetőséget megtennék, de miután ugye már akkor veszélyes alapján már rendbe vettük ezt a egyoldalos előterjesztést, azt azért a jegyzőt összefoglalta, és akkor a kénycső testet, amiben kiküldtünk, adott esetben ez egy olyan jó sűrítmény összefoglaló, amelyet ugye a KPTV-ben, a pénkújságban, vagy akár ugye az internetes honlapunkban meg tudunk jelentkezni. Nem beszélek róla. Én jelentkeztem volna egyszerre, de mondták, hogy a polgármester nem jöhet. Nekünk az irányításban kell részt venni, úgy, ahogy ugye a helyi védelmi bizottságnak is. Ez itt olyan, mint a polgárőrség, önálló szerveződés, tehát önkéntesnek kell menni. Maga önkéntes, viszont onnantól kezdve azért a polgárőrség az a szolgálatteljesítésnél is önkéntes, itt már nem. Itt nem, mert itt fizetést kap érte, meg fizetést kap érte. De ugye mondottad, hogy Amerikában is így működik, a teljesen másképp működik. Hasonló, van, nem így. Mert van kötelező sorkatonai szolgálat, itt meg nincs. Persze. Kötelező sorkatonai szolgálat, és ugye azért toborozzák az önkénteseket, mert nincs opsitos. Én is megkaptam régen az opsitot, tudod, úgyhogy hát, minket már nem vihetnek el. Voltam tartalékos 30 évig. Én még ma is az vagyok, úgyhogy még nálam van a... Hát nekem még fiatal vagy azért, még fiatal vagy azért, de, azért toborozzák, mert ugye nincs katona. De egyébként megszűnt a hadkötelezettség is, tehát nem csak a sorkötelezettség, hanem a hadkötelezettség. Nem. Hiába van, nem szűnt el. Hadkötelezettség? Hogy az egy? Nem. Akkor még, bocs, akkor még Még kapta a sitot, nem, hát akkor... Hadkötelezettség fönnál, most is. Jó, akkor még nálam van a katona. Férfiak esetében, ott van éves kori. Ez is megvan. Nem 60, 55. Az is változott? 60. Már mi időnk már 55 teljesen? 55. Akkor változott. Mindig nálam, még nálam van, és mondták, hogy nem, hanem nekünk hogy az irányításban, nem a toborzásban, mert ezt ők végzik, hanem utána ugye a felállítás követően irányításban kell részt vennünk. Tehát ha nem leszel polgármester, akkor... Hát csak addig, amíg... Ja, csak addig. Akkor mi jelentkezik? Megvan a válasz. Utána mehetek. Meg kiképzés rám térne, na, igazából azt szerettem volna. Jó? Jó, akkor ezt tájékoztató volt, nincs kérdés, akkor átérünk a következő napirendi pontra. Árajánlat település címeres kitűzőre. Én ezt már sokszor felvetettem, és mindig az ára miatt mondtam, hogy akkor inkább ne. Most ugye, akitől különböző reklámkiadványaink, a tárgyainkat rendeljük, én mondtam meg, hogy olyanok most nem kellenek, hanem nekem mindig ugye a fém kitűző volt a lippingem, amit egyszer-egyszer szerettem volna, hogy a megyei kitűzőm az van, és mindig büszkén felrakom, hogyha olyan alkalom van. Persze, hogyha állami ünnep van, akkor az állami jelképeket használom. De a települési fénykitűzőnk ugye nincsen. Erre ugye ezt az előttünk lévő árajátot adták. Nem olcsó. Mi olcsó? Semmi. Nem olcsó. Most ugye mindenképp van ez a gyantából készített, ami ugye ennél jóval olcsóbban 100-200 forintért lehet, mert nem mondtam, hogy köszönjük szépen az másfél. Igen, minket nem érdekel. Gyárti ez a Corvin borház? Hát ő szállítja inkább orvazom. Szerintem, hogy beszéljük róla. Beszéljük róla, én azért van a hasonlat, amikor így közöttenül beszélgettünk az egészről. Én örülnék neki, hogy fennünk egy ilyen kitűző konkrétan, mert én azt hiszem ezért hál' Istennek bővelkedünk olyan kulturális meg egyéb eseményekbe, amikor az ember tényleg protokolláson ott van, és valóban tényleg egy öltönyhajtó kár egy ilyen kitűző. Hát ez odavaló ilyen. Odavaló pontosan. Hát én most őszintén nekem, amikor 6-5-20-ban voltam, akkor egy lyukazzásból kitűzőt vettem. Tavaly idén, hogy Erdélyben voltam, akkor egy székely címeres kitűzőt vettem, 15 ronél. Tehát én tényleg azt mondom, hogy ezeket tudom becsülni, meg hát amikor olyan alkalom van, akkor valóban ezeket is veszem fel. Legyünk rám büszkék, hát most tényleg azt tudom mondani, hogy miért ne. Jó. Ugye kétféle van, a festett, illetve az antikolt. A festettnél ugye 20-100 forint a színenként a költség. Ugye két színből lehet meg ő sárkányi címert megfesteni, sárga és kék. 3-10 forint. Ez csillag a szürke, nem vagy ez? Ne, hát de azt lehetne, azért mondom, hogy ez olyan apró, hogy azon nem látszol a mentről. Alapszínben lehetne. Antikolt? Alapszínben lehetne. Maradhatom az alapszínben. Ja. Én egyre vevő vagyok, biztos. Hát,
Jó, akkor hány darab? Mi? Én szerintem a színes kellene, nem? 6-7? 810 forint, akkor ilyen. Igen. Festés nélkül az 3-4 hét. A két színe szám. Két festett ki 18 hét, én szerintem. Mindenki. Hát akkor a darab szám is. A darabra várok. Tehát az most már megoldja, akkor a két színű festéssel, kék és sárga, hogy akkor hány darabot rendeljünk. Nem elég biztos, hogy hát nem 10 darabra gondoltam, hanem most 100-ra, vagy... De az a kis több... ilyen köcsök, az mennyi 500 darabnál most te? Az csak egyszer kell, az a maga a forma. Jó, csak hogy 500 felett már azt nem számolják el. Olyan 30 körül. Igen. Mennyi? Olyan 30 körül. Az 500 darab. Tehát mondjuk az 60 forint darab. A Krisi az a forma, amiből elkészül. Igen, tudom, a forma. Az egyszeri költség, és 500 alatt, az 30 ezer forint. Ez egyszer 30 ezer, viszont ha 500 többet kérünk, akkor nincs, akkor elesünk. Hogyha most rendelünk csak 100-at a krisit, akkor is meg kell csinálni, és a következőre akkor rendelünk, nem. Akkor nem kell. Nem. Ez a több minőségi volt, ha megy arra. Persze, mert ugye rendeltünk már tőlük ezeket a sportartókat, mappákat. Mappákat is, ott is az csak egyszerű költség, ők azt ott nyilván, vagy hát... Raktározzák az ezeket. Igen, hogyha van esetleg újabb megrendelre is, azt nem szemben. Akkor majd legyen annyi rendőrben, hogy minden bősárkány kaphasson egyet. Én nekem az a véleményem, akár dátummal ellátva. És akár ki lesz majd a képviselő, akkor, de szerintem... Hát ez a dátum nem nagyon fér. Tudom, mire gondolsz, hogy a 800 éves ünnepségre. Így van. Ugye ezen dátumot, mert végül is most nem hoztam pont, nincs rajt. Kitűzöve. De hát az nem olyan, hogy az tényleg nem most jön. Arra lehet majd egy a 800 éves település, egy külön kitűzölt. Az más. Ja. Sőt, hát arra majd... De úgy gondolom, hogy a jövő évben annak az alapjait is le kell rakni, hogy normális legyen, ne olyan... Most ebbe kapunk, abba kapunk, hogy olyan legyen ez az ünnepség. Hát vagy egy ünnepség sorozat, mert akkor az összes jelenlegi, tehát a most is meghatározott ünnepeket mindenképp arra kellene építeni. Valóban jobb a korábban el kell kezdeni. Ugye az korábban is már beszéltünk, hogy a település monográfiát, hát hogy minél gyorsabban. Hát az utolsó szó az volt, hogy 2022-re, ugye 800 éves ünnepségre legalább arra elkészüljön. Arra az volt az ígéret, hogy arra meg lesz. Tehát akkor azt mindenképp hasonló. Tehát azt mondom István, hogy amit te mondtál, igazából én is gondolkodok rajta, meg nekem is vannak így ötleteim, meg azt, hogy valóban azt jóval előtte el kell kezdeni. És nem azt, hogy a falunapon tartani, meg az 800 éves ünnepséget, hanem már egy külön ünnepet mindenképp is kell találni egyértelmű, csak a többit is ugye ahhoz kapcsolva. Most külsével együtt 1000 forint durván lesz. Így van, körülbelül. Hát nincs annyi, mert ha 30 ezer, akkor 100 darabnál jön le. Akkor az 300 forint. 110 ezer forintról beszélünk. Mert 200-nál szállt a be fog fogyni, szerintem ebben. Mit? Látom. Hát én most mondom, hogy a százalatot rendelünk, mert a kisének úgy lesz utána költséget, utána tudunk még rendelni. Hogy csak az első körös az 900 forint, a következő körös már csak 600 ért, tehát... Igen, csak most akkor annyira az elég magas, tehát most a 200 rossz, de akkor 750, tehát 150-re lejön az éjjel. Mondjuk én meg szerintem 250 is elfog, vagy 200 darabit. Én szerintem mondjuk én most nem is árulnám ezt, hanem tényleg az önkormányzat, mikor ugye a testvérfestésre megyünk, ott is ugye egy kitűzőt. Az oké, csak most elhelyezni egy testvérfestésre, hogy mindenki 30-40 darabot már eleve.
Hát nem, mert ugye családomnak egyet, tehát én most az István mondom, hogy mindenkinek adjunk, én azt mondom, családomként legalább egyet adjunk. Tehát azt mondom, hogy sok egyben gondolkodunk, csak mindig nyilvánszokban van különbség. 500 darab. Az is 800 darab, tudom? Tudom. Csak ugye most azt mondom, hogy igazából, hogy van-e, hogy mondjam, vonzereje, tehát igenis van-e rá igény, mert ha látják, és akkor csillog, adott esetben jobb, akkor nekem is kell, és akkor tényleg ezt így fel tudjuk mérni. Szerintem próbálva egy 100 darabot rendelni be, és akkor... Azért mondtam, hogy minimum 100-al kezdjünk, de vagy több elég, mert volt ilyen is. És az igényfelmérés után akkor... Hát, vagy igényfelmérés, tehát... Itt van 3-4 hét, 6-7 ember, itt van. Nem most. Én csak azt mondom, hogy igenis akkor legyen egy ilyen bősárkányi, amit tényleg azt tudom mondani, hogy egyik oldalról, hogyha olyan vendég jön, vagy olyan területre megyünk, akkor ez is egy ajándék, illetve hát valóban legyünk büszkék rá, és elmondott. Jó, akkor javaslatom, hogy a, akkor a színes, két színnel, és akkor 100 darabbal, hogy rendeljen az önkormányzat. Aki ezt elfogadja, támogatja, az ilyen készfeltartásra jelezze. Hétfő egy hangulat, köszönöm. Védelmi hivatal kertjének az ügye, ugye erre nem volt írásos előterjesztés, illetve hát az volt, amiről a korábbiakban a képviselőtestületünk döntött. Erre az ajánlatunkat múlt hét csütörtökön az egyházközség tanácsadó testülete megtárgyalta, és hát maga a javaslatok között három javaslat merült fel. A három közül az egyik az az volt, hogy a önkormányzatnak az egyházközség szerződéssel az óra ideiglenes használatára áttengedi ezt a 660 négyzetmétert. Én mondtam, hogy köszönjük szépen, de az önkormányzat ezzel nem ér semmit, tehát így most, hogy ott mi műveljük, akármint konyhakert, akármint hüves rész a vodánál, az a kisebbi fejlesztési elképzeléseinknél sajnos nem játszik szerepet, tehát azon nem tudunk kezdeni. Ugye az eszem már megkeresett engem, hogy itt az óraudvar felújításával, fejlesztésével különböző ötleteik vannak, a meglévő melléképületet, ugye, ami az udvar közepén van, szeretnék elbontani, helyében egy másik legű, más típusot a óra végében, sarkában lehetne kialakítani, és akkor ugye azt a területet is a gyerekeknek, a játékoknak lehetne birtokba venni, hanem mindenképp ugye az önkormányzat tulajdonjog érdekli. Itt volt két variáció, az egyik ugye az előzetes előteresztés, a megvásárlás, illetőleg hát Péter Atyának volt egy javaslata, hogy ne eladja az egyház elség, és akkor így a átvisztelés, de vagyonvesztést szenved el, hanem hogy földterületi cserét kér az egyházközség az önkormányzattól. Úgy időközben kiderült, hogy az egyházközség tulajdonában lévő köztéri szobrok, egyházi emlékművek, azok vagy önkormányzat idegen tulajdonban állnak, többek között az önkormányzati tulajdonban földeken, és azt kérte, és ezt a döntést, javaslatot hozta meg az egyházközségi tanács, hogy 1660 négyzetméter fejében az önkormányzat adjon 660 négyzetméter ezen egyházi kezelési tulajdonok, felépítmények, építmények, szobrok mellett. Hát itt kettő az, amit azóta is gondolkodtam rajta, hogy biztos, hogy önkormányzati tulajdonon, vagy mellette önkormányzati tulajdon van. Az egyik maga a templom, amely ugye jelenleg a templom telke, a templom falainak a határoló vonala. Tehát se jobbra, se balra, se északnak, se délnek, keletnek, nyugatnak, bocsánat, a egyházközségnek nincs ingatlana, tehát ahogy ott is elhangzott, a templom melletti járdát most már mint tulajdonos az önkormányzatnak kellene tisztán tartani, mert ugye az egyházközségnek semmi köze nincs hozzá. Tehát ott a templom mellett akkor lehetne, vagy hát szeretnének, ameddig a szabályok engedik, ingatlan szerezni. Én akkor sütöttökön meg is néztem, és körülbelül ugye a Kossuth utca felől 5 méter, a tér felől 10 méter, ugye a sövények, a tuják és a önkormányzati emlékművek közötti sávot, ha nézett, mert egyedik közel vannak egymás mellett ott az ő területbe, ezeket ő között le lehetne határolni. Ott azt a vonalat tekintve, ott kb. 10 méter távolságban a templom hossza, ahogy számoltam, 10 méter, tehát ott kb. Egy olyan 525 négyzetmétert körülbelül, tehát ezt a fölmérő mondja méterre, tudja méterre megmondani, illetőleg itt szemben ugye az intézmény kormányzati tulajdon álló pesti szobor, ott mellette lehetne, ott nem tudom pontos négyzetméter mondani, ott egy keskeny háromszög van, de az önkormányzati tulajdonban van az a földrészlet, ott tudnánk még ezért ennek fejére cseredelket adni.
És ezt javasolja az egyházi testület, hogy akkor inkább így egyezkedjünk a plébánia hivatal kertjében, kertjének megszerzésében. Szerintem vesztünk, nem vesztünk el. Vesztünk, nem vesztünk. Jó, az is elhangzott, ugye, hogy magát az adásvétel, de az önkormányzat kezdeményezte, hanem az egyházközség. Tehát, hogy ott most már a későbbiek folyamán a plébániből a kertjében különösebb tevékenységet nem kívánnak végezni. Kell-e az önkormányzatnak, én lecsaptam rá, hogy igen kell. Ugye most az, hogy akkor nem kell érte a 991 millió forint, hanem inkább akkor cseréjünk, vagy cseréterületet biztosítson részét az önkormányzat. Előbb állom. Tessék? Sőt, inkább nem kerül pénzünk, be. Hát pénzünkbe kerül, mert maga az jelenlegi telekialakítás is 70 ezer forint volt, a következő is lesz még. Az egy más kérdés. Úgy igen. Nem tudom, hogy kinek mi a vélemény. De ki végzi a telekialakítást akkor? Ugye eddig azt is mi csináltuk, mert ugye általában most ha azt veszük, hogy ha vevő csinálja, akkor mi azt veszük, ő meg akkor a másik kettőt ő csinálja, mondhatjuk nem? Ezt, mondhatjuk ezt, Gábor, hát most... Nem? Mert az oda-vissza, nem? Persze. Vagy ahogy számolgattam, mondom, nem lesz 660 négyzetméter ez a kettő, én mondtam olyat, hogy akkor próbálkozzanak ugye a közútnál, vagy a magántelkerlévőnél is, és akkor a négyzetméter, hogy helyre jöjjön, akkor ott a vételárat az önkormányzat vállalja, de hát ott ugye ki tudja, hogy mikor jön létre egy adásvétel, tehát az valóban messze van, hát nem látjuk a végét. Mondhatjuk azt, hogy akkor ha vállaljuk a telekalakítást, meg az ügyvédi költséget, hogy akkor ugye az eltérő 400 méter pedig, hát akkor így alakult ki. De az lehet, hogy többbe kerül, mondom, mert nem a tulajdonos sem a drága, hanem ugye a járulékos költségek. Most akkor először az elvről döntünk, hogy akkor így ezt a két, mert ez a kettő, ahol érintve vagyunk, hogy akkor itt a két, a templom, illetőleg a pesti szobor melletti földrészletnél a ingatlan cseréhez, hogy az önkormányzat hozzájárul. Aztán majd meglátjuk, hogyha megvan a konkrét kialakítás, hogy hány négyzetméterről van szó. Tehát akkor is lehetünk egy olyan felvetést, hogy ha ez bírja, akkor ne kell még egyszer ezzel foglalkozni. Hogyha a költségvetés, tehát hogy az adásítás elbírja ezért, akkor te dönthess abba, hogy akkor ellenére. Ne döntsek, Már miről a költségekről? Igen, tehát hogy átvállalt, akkor elrendezzük ezért. Jó, azt B pontba betehetjük, hogy amennyiben nem éri el a felkívánt ingatlan, hogy akkor a költségek, akár az önkormányzat ennek fejébe vállalja. Bármilyen ezért azt meg kell előtt, ezt ugye, azért azt jegyezzük meg, hogy egyes-egyes szoborterületnek, meg egy kertvégnek nem azonos az érték. Ezt is. De most igazából... Mert ha szőrre-szőrét cserélünk, akkor összeszedhetünk mi 10 szobrot is, még azt a területet lefedjük. De hozzáteszem, tehát azt, hogy most egy szobor alatti, vagy a templom, csúnya szóval alatti földrészlet, és ugye nem alatti, hanem melletti, hogy mi az értéke, valóban nem lehet összehasonlítani, de ugyanakkor ez lehet ellentétes oldalról is, mert oda például hasznosításban semmire nem lehet hasznosítani, mert az egy kialakult helyzet, kettő, meg olyan szabályok vannak, hogy meg se engedik más célra. Még hogy amely tulajdonban kerül, hogy a plébánia a kertje, akkor az viszont az oldalához hozzá vagyunk, akkor az időt esetben magasabb értékű is lehet. Tehát azért mondom, hogy igen, értem, mert biztos, hogy egy műemlék jellegű, igen, az műemlék jellegű épület melletti földrészlet, most egy műemlékvédelmi hivatal magasabb értéket adna neki, ugyanakkor pedig a piaci értéke meg biztos, hogy kisebb. Értem, csak azért mondom, hogy akkor most melyik oldalról nézzük. Azért mondom, hogy melyik oldalról nézzük. Az forgalom képes vagyok az önkormányzat? Nem. A tér, hát... Nem, hiszen... Így a tér, hanem úgy, akkor... Hát ki tudja, mire van nyilván. Ja, ki tudja, mire van nyilván. És ha a tulajdon szerez az egyházközség, akkor ott kerítés csinál. Persze, így van, pontosan. Így van. Hát szerintem lehet, hogy is az arcolja, hogy körbekerítsük. Jó. Hát ez nem, az csak addig nem mennek el a körbekerítség, ezt nem tartom még. Kész még 150 éve így áll. Jó. Nem. Csak a plébánia van rajta, a templom franchise-en nincs rajta. Ja,
az ügyvédnél van az eredeti. Azért csodálkoztam. Azt a megjelenést kellene látni, hogy konkrétan az a területnek milyen megjelenése van. Uh-huh. Az most nincs rajta, nem tudom mondani. Hát most ne ezért cseréljünk, vagy hogy mondjam, ne ugyanazt a területet cseréljük el, amit mi kapunk, hanem akkor föl van ajánlva ez a templom körületi terület, meg a két szobor körületi terület, és kész. Ha ő neki ez megfelel... Ja, nem négyzetméterre, hanem akkor... Nem négyzetméterre, hanem vagy három darab azért... Ja, nagy eltérés százalékosan nincsen, nem szerintem. Nem hiszem, hogy lenne. Ja. Most egy-két négyzetméterre lejátszani, hogy itt most 35 négyzetmétert kap a másik helyen, 18-at, ott meg mit tudom én 300-at. A feszület ugye az rajta van a templom melletti tárok, nem fél külön, tehát két tűzés kell csak. Ja. És ahogy számoltam, mondom, ott 525, hát itt egy olyan 20-30, tehát 55. 525, ott 525. Hát ott számoltam. Hát igen. 10 meg 5, az 15-ször 35. Egyszer nem is lettünk akkor át tőle. Hatatlan. Hatatlan. Ahogy számoltam, de ezt a földmérő mondja, ezt a dolog már. Jó, de akkor szerintem ne lenne jelentősége, mert akkor ha területekkel játszunk négyzetméterekkel, akkor sose jutunk a végére. Az azt rögzítsük itt, ne? Hogy meddig. Így van. Meddig. A tér, a kül az egy tér. Igen. A fű. Igen. A füves rész. Igen. Gyakorlatilag ami múrva a templom mellett. Igen, az már oda tartozik, meg az. A kujják is. Tehát az a baj, hogy most kimentem megnézni. Jó, és akkor ott az emlékművektől 20 centire húzod meg a határ? Ezt... Nem, ott a határt a szegénynél kell meghúzni. És akkor kujjára maradnak nálunk? Hát persze, hát ott vannak az emlékművek, nem? Szerintem az annak. Jó. Oda neked is, nem? Teljesen mindegy. Nekem is mindegy, de... Én szerintem az értem, a... Értem, de akkor jelöljük ki. Hát akkor mit egyenesen kihúzod a... Akkor mit kérdél a szegélykő? Mert ugye a túlsó felén is vannak a tuják, és tujákon kívül van egy szegélykő. Igen, akkor legyen. Akkor mindkét oldalon a szegélykő. Jó, de hát ugye ott nem tudod úgy megoldani, mert ugye az útcsatlakozás, ugye ott megvan, hogy mekkora évet kell meghagynod, hogy visszacsatolja ezért a templomhoz. Hát de minden. De szerintem azt nem érinti. Hát de minden. Majd nézzük. A tér. Kultúrház felüli sarkánál, vagy ahogy majd a kerékpár kialakítása, hogy lesz, annak a sarkától egyenesen a bolt irányába, igen. És ha kell, ott egy-egy lépcsővel ki lehet ugorni, hogy a szobor az belássa. Az belássik. Ja, az belássik. Mindannyian belássik. Az a szegénytől megyünk ki, hogy mondom, oda mentem, megnéztem. De mint inkább a Kossuth utca felől van gond, értem. Ott meg a... Az útnak az űrszálvény, vagy hogy mondják? Hát ugye megvan, hogy mekkora az út, tehát 16 méternek kell lenni, ez megvan, hogy mit tudom én, 8 méteres sugarú ívnek kell lenni a rákanyarodásra, a mit tudom, 4 számjegyű közúti útra. Akkor inkább úgy fogalmazok, hogy akkor az északi oldalon ugye a szegély, igen. A Kossuth utca felől a déli oldalon a szegély, jelenleg is, hogy ott van igen, a szegély. Igen, így van. A keleti oldalon, ugye, ahol a művelődési ház van, ott a templom fala, mert ott nem tudunk odébbélni, mert ott a kerékpároknak szükség van területre. Hát nem tudom. Azt ott a templom tudom. Fala, tehát a legjobb. De még nincs engedélyes tervünk van. Nincs nálam. Jó, de akkor azért jó. Mondom... De ott maradjunk abban, hogy akkor a templom... Én úgy számoltam egyébként, hogy a templom fala, tehát ott üdvözelve úgyse kell terület. Igen. A nyugati rész meg úgyis a közút lehatárolja, tehát ott nagyon de nem kell mondanunk. Közút kialakítása vonatkozva a jogszabályok figyelembevételével. És akkor a Vasutca íve, azt akkor már ez alapján kell kitűzni. Na de ugye itt az lesz akkor a probléma, hogyha megnézi ezt egy földmérő, vagy akivel akarja osztani, két darab földet teszünk a templomhoz, ahol az út felől, az út felől is el van zárva, meg a másik oldalon is el van zárva. Mindenhol köztől lesz egy körül, az két oldalon kap egyezett, egy ilyen nyeles telket, vagy minek mondja. Hát inkább azt mondom, hogy akkor... Mert azt mondtad, hogy a templom fala lesz hátul. Igen. Elül is a templom fala. Igen. A csalagi út felül igen. Is. Igen. És akkor két oldal kap két szárnyat. Hát ezt tudjuk adni? Hát nem tudom, hogy ez hogy kivitelezhető. Hát de az, hogy kap két szárnyat, de a helyre száma egy marad továbbra is. Értem. 320, hanem 820 négyzetméter területen.
elvileg akkor a két közterület, amit mi felajánlunk neki, az egymással nem kapcsolódik, mert közben van az épület. De hát közterületen keresztül kapcsolódik, de hogy ne csak más tulajdonú közterületen. Ja. Jó? Akkor és ne a nem jó, de hát most... részletekben, hanem ez akkor magával a terekserével egyetértünk. Jó, és akkor tényleg úgy, hogy akkor szegék a keleti, szegék nyugati, északi déli oldalon, és akkor a közutáti az rátárolja, a keleti oldalon pedig azt meg mondja. Meg ott a kerékpárút határolja. A kerékpárút határolja. Ott is egy métert hozzá tudunk tenni, mert mégis másképp néz ki a, templom területe, hogy, egy jó alak lesz, érted? Igen, igen, értem, csak nem egy kerékpárút lehatárolja, és szerintem akkor ezzel elmondtunk mindent. Ja, az jó, kerékpárút lehatárolja. Teszünk volna a korlátot, mert mindenhogyan kell szerintem. Úgyhogy... akkor ezt majd módosítani. Lehet, hogy csak nincs az elvéd. Mivel az elektrére erős alakulat. Mi Pisti? Szerintem olyan ez nem. Akkor ott is. Nem vagy az az orrányos. Nem kell a nem mondom, hogy le kell zárni, csak tulajdonképpen. Jó, akkor megyünk. Tehát akkor a szavazás az elvi szinten, hogy akkor elfogadjuk a egyházközségnek a javaslatát, és akkor így a telekcserébe az önkormányzat hozzájárul. Ugye mindenképpen akkor össze ki kell tűzni ezt a két területet, és akkor meglátjuk a négyzetmétert, és akkor is visszakerül a testület elé. Igen. De akkor az, hogy a kialakítást akkor az egyházközség rendelje meg, és akkor utána még mindig tudunk. Hogy térítjük, mi megcsináljuk a másik két. Aztán megcsináltuk, adott esetben vállalhatjuk még az ügyvédi költséget, ugye az is majd a végén derül ki. Jó, aki ezt így elfogadja, készfeltartásra jövő. Egy hangulat, köszönöm szépen. Akkor mi maradjunk itt, mert ide írtam fel a két tisztabbi rendi pontot. Az egyet... tudom, de azért mondom, nem fordítok, és akkor ide írtam fel. Ja, mert... még a 8-as. Hát meg van még a GH is. Akkor maradjunk a felnél, Halom utcában kialakítandó építési telket, ugye. Erről a három kérelmet küldtük ki, amit már egyszer ugye láttuk. Hát most sem vagyunk ott, hogy konkrét számokat tudjuk mondani, viszont a telepalapítási vázal ugye az elkészült. Sőt, tegnap ugye, hogy kerestem a földmérőt, mondom, hogy előbbre tudjunk lépni, és ugye a 950-40-es ingatlan tulajdonosával a telekcserét meg tudjuk valósítani, ahhoz hát csinálja meg a telekkialakítást, mondta, hogy a héten biztos, hogy nem ér még ide, nem ér rá, de hogy mindenképp ugye a művelési ágalomban megváltást is rendezni kell. És ezért voltam ma benne a földhivatalban, mert én úgy tanultam, nem tanultam, hanem korábbi ismeretem szerint ugye, hogy igaz, hogy szántóművelési ágal van, jövőleg is beegyezve, de egy hektár alatt ugye nem kell a megváltási díjat fizetni, hála Istennek ma megerősítették ezt az információt, tehát akkor most ezzel nem kell számolnunk. Majd a 905/42-es elrészámnál azt is kértem a jegyzőt, hogy a földvédelmiről szóló törvényt mutassa ki, és akkor nézzük meg. Ott majd lesz őrösi ág megváltási díj, de miután 20 arany koronás az ingatlan és 5. osztályban van besorolva, nem, hát nem olyan sok, mert ugye 10 milliókról gondolkodtam, de 3.403.000 forint lesz majd a 3 hektár megváltásának a díja, amelyet majd... Valóban? Yeah. A Malom. Ja, bocs, Malom. Valom, ja, Malom. Ja, nem mondta, csak... Malom, mert lesz itt el... Ja, úgy indultunk. Tehát elvileg a három ingatlan megvan, ugye eladni ma még nem tudjuk, de a vevőt ki tudjuk jelölni, illetve a vételárat meg tudjuk határozni. Ugye a vevőkre, erre számunkra kérték az ingatlan, tehát ott azt mondom, hogy egyszerű dolgunk van. A vételára azt mondom, hogy milyen árat határozunk meg, erre nem tudok. Konkrétan ugye a Levente utcában még 1,5 millió forint volt a terek, azt mondtam, hogy itt már ilyet biztos nem tudunk kialakítani. Ugye a villanyra van árajánlatunk, 870.000 forint, az eddigi költségek a vételárak megvannak. A vízre sajnos a mai napig nem küldték meg a költségvetést, hát... annak ismerete nélkül kell döntenünk a vételár kialakításáról. A érdeklődőnél, amikor korábban beszélgettünk, én mondtam, hogy 1,5 millió forintig tudunk elmenni, vagy abba gondolkodunk. Arra viszont mindenki figyelj, hogy ez áfás ár, tehát hogy most van az építés telek értékesítésére is az áfát be kell számolni. Várom a gondolatokat, véleményeket, hogy milyen árat határozzunk meg. Most tudunk meghatározni árat? Hát...
Hát majd akkor kell meghatározni, akkor ki lesz. Valamennyire biztos szerintem. Mit? Valamennyire biztos szerintem. Na de hogyan mondjak, mondd azt most állat? Így. Ja, figyelj, de ilyet sose tettünk, hogy mi előre megmondtuk volna, hogy nincs kialakítva, még nincsenek. Talán nincsenek kialakítva. Már nincsenek. Úgy van kialakítva, átveszetve még nincsenek, mert ugye várjuk, hogy a egyik tulajdonosra cserettelket tudjuk biztosítani. Ja. Mert de se villany, se víz, nincs ott. Hát a víz, az, a villany, annak megvannak a tervei, annak nekiállnának már, ja. A vízért nem, még nem. Arra sem most nem kaptam. Akkor hogy állapítunk meg telekállat? Lesz akkor ez is egy előzetes döntés. Hát előzetes, hogy elővásárlási joga lesz erre a telekre, ennyit tudunk mondani. Igen, teszünk, hogy önnek a szándékozikot nekem lesz. Hogy önnek magunknak, vagy valakit átverjünk szerintem. Három telek van, három kérdés. Nem tudom elképzelni, ezért most nem tudom elképzelni. Te irányába, hogy ha fenntartják vásárlási szándékokat, akkor mi nekik vagyunk. Tavasszal elvennék nekik a papírt. Kész, hát nem kezdeni. Mi? Hát akkor augusztus, de mi van most? November vége, tudom. Én tudom. Nem igaz, hogy egy hónap alatt nem lehet egy árajánlatot összehozni 100 méter vezetékre. Árat biztosan nem határozunk meg szerintem. Jó, hát. Gyűlöm. Aztán még ugye a gáz ebben bent sincs. Az ennél sem volt. Igen, jó, van, de azt valami, nem is kell. Valamilyen módon azt is tovább kell vinnünk, nem? Értek, de ha már megvannak alatt. És a szemvíz? Azt már nem tudjuk betenni a projektbe. Az ebben a projektben nem fér bele. És akkor ők akkor ezt azért kedvelük tudtani, hogy egyértelmű. Hogy szemvíz hát nélkül maradnak. Hát, figyelj, de nem maradom, mert lesz a saját szemvíz. Van egy olyan, nem tudom hányos, a 17-es rendelet, hogy amelyik közművel ellátott területen ingyenesen köteles bekötni neki a szolgáltató a szennyvizet. Meg az összes többi közművel is ugyanígy. Igen, de az összes többi közmű is így van. Így van. Az, hogy most azon a szakaszon nincs kiépítve, erre senki nem tud választani. Ebben nem lehet beletenni, nem lehet beletenni. Ebben nem lehet beletenni, mert ennek ugye a Science projektnek ez nem képező, mert nem volt addig mi. Gábor, én ezt tökéletesen értem. A leendő vevőkkel is kell ezt azért tudni. Persze. Hát tudják ők. Tudják. De ezt eddig is mindig elmondtuk. Jó, csak nehogy aztán. A vizet villany tudjuk azt, hogy még azt is mondtad az első tervezésnél, hogy a Malomutca első háromterke, a Levente utca is, hogy akkor még nem kérdezik. Mondtam, hogy én ezt értem. És mondtuk is, hogy a leendő sokkal, nehogy aztán a végén rákudulassanak, hogy megvezettük őket. Jó, persze. Jó, akkor szétel a viszont. De még ami nem is a miénk gyakorlatilag. E persze, ahol meg mi lejtencsük. De, és akkor ezt, de nincs olyan, hogy esetleg kár tudjon ezt az egy tárgát. Nincs. Mindenki. Ne hoztatok egy most azért. Igen, nincs. Nincs életes dolog, hogy itt akarnak maradni. Bár de ugye még mindig ez nem volt, ugye ez ki volt valaki, vagy gyakorlatilag ez a terák. Nem. Akkor is volt rá jelenkező. Egyetlen egy volt ez a 952-es, ez van. Ezt akarjuk csak. De egy van kialakítva. Igen, az a 952-es. Már mellett, nem? Igen, az a 952-es. Most három van. Most van három, de akkor az egy, az meg is volt mellette. Nem volt telekként. A szántóként. Ne, hát most is szántó még, amíg át nem vezetjük. Nem telek volt. Hát nem volt köztelet kapcsolat, semmi nem volt. Az csak a következő földrészlet volt a sorban. Tehát a Márki az utolsó terület. Így van. Lehet, hogy fizikailag úgy tűnik esetleg, de... Jó, akkor a telek vevő kijelölésen meg tudunk egyezni. Tehát úgyhogy szándék. Ez a három család, ez elővásárlási jogot élvez. Gondolom, lehet, hogy ők is szeretnének valami döntést, hogy a későbbiek során valaki még... Hát ők elsőség tévedni. Igen, ez hát azért mondom, hogy egy előválasztási jogot kapnak rá. Csak ugye azért tanácsos az egész kérdés, mert akkor árat nem tudsz mondani neki, területet talán tudsz mondani neki, árat nem tudsz mondani, ki tudja, hogy azzal az áron majd igényt tartja a telekre. Jó, hát tudjuk ezt? Most azt mondjuk, ha mi döntünk, hogy a vételi ajánlatot elfogadjuk, mert ezt beszéltem a jegyzővel, ez nem kötelezi. Nem, tudom, hogy nem.
Akkor az lesz a javaslatom. Jó, és akkor... És akkor ez lehet olyat, hogy elővásárlási hívót élvez, mert most a vételi ajánlatát elfogadjuk. Ja, ez benne van. Vagy egyet a vételi szándékát. A szándékát, igen, mert... Ja. Tudomásul veszünk, és mondjuk. Elfogadjuk. Jó, tehát akkor gondolom, hogy akkor három szavazás. Kovács Veronika és Csigi Lénárt a 950-57 helyre számunk. Igen, kettő, nem? Hát ő 52-t írt, de ugye az a régi, az 57 az új, ami már ugye le kell az építési telektek. Herőszámú ingatlanra tett vételi ajánlatát elfogadjuk. Aki ezt támogatja, tegyél a tiszteletartás. Nem ajánlatot. Vételi szándéknak. Köszönöm. Akkor a következő Rosli Barla Anett és Kovács Szilvia Dösárkány. Nem, a lányneve, vigyázz, Rózs László. Ja, lányneve, Kovács Szilvia. Olyan apró betű, hogy már szemüvegkel. És Rózs László a Dösárkányi 905/56 helyre szám indalomra tett vételi szándékát elfogadja a képviselőtestület. Hétfő. Ez a második terek. Ez a második. Itt van előtte direkt azért, egyszerre kettőt olvasok, és akkor a harmadik, dr. Molnár Erika és Jóvai Gyula, a Bösárkányi 905/55 helyre számú ingatlanra tett vételi szándékát elfogadjuk. Aki ezt támogatja, egy hangból a kétből. Köszönjük szépen. A vételárat még nem tudjuk meghatározni. Akkor a világháros emlékmű felújításának pályázata, ez a múlt héten került elő ez a pályázati lehetőség. Itt a hivatalban szemben lévő Hősök szobrának a felújítására lehet támogatást szerezni, még az idei évben, és maximum 1 millió forintra lehet pályázni, viszont mindenképp az idejében, hogy ezt a projektet be is kellene fejezni, aminek a pályázat benyújtásának a leghangsúlyosabb kitétele ugye a restaurátor szakmai javaslata, és most így a Pisti, mint kollega, nézek, hogy ezt meg lehet-e valósítani. De szerintem most ezt be kell az idén fejezni. Igen. Ugye, aki most tisztük meg a pályázati kiírást, és abban benne van, kicsit lejjebb van, hogy a benyújtás. Hát jelen kiírás szerint a 4-es pont, most akkor már 6-osban van, támogatási és megvalósítási időszak, 2007. Támogatás és megoldó időszak a 16. november 25. és 17. december 31. A pályázat megoldó időszak a pályázati kiírás támogatási időszakán belül a szerződés megkötésétől kezdve 17. december 31-ig tart. És nem tudom, hogy akkor foglalkozunk ezzel. Hát 15-ös pályázatja. És mi van keret azért volna ez most? Persze. Még fenn van élő pályázat most is. És beszéltetek restaurátorral, hogy majd? Nem. Hát azt mondom, jövő héten lefogy, vagy valami semmit nem lehet csinálni. Nem. Maximum csizolni tudsz, mi? Hát, de az. Akkor mi a vélemény, foglalkozunk a pályázattal? Hát ez beszélve van a cégünkre. Figyelj, főleg most nem akarok az én karácsonyra rossz időt mondani, tehát tényleg tehát nem mutat jó időt innentől kezdve. Jó, hát. Tehát holnaptól is már vagyok a hétvégre is. Most rám, hogy nem néztem annyira ideális előjelzést, de... Hát ahhozás mutat holnapra. Ide. Meg itt. Holnapra már? Holnapra is, meg hétvégére. Fel vagyunk készülve egyébként. Től megvettük a sót, hát a gépen még sok öröm nincs. Úgyhogy én szerintem azt, hogy ez így. Jó, hát akkor... Mert nem, tehát fizikai képtelenségek lesznek, tehát... Jó. December 31-ig. Ez nem biztos még, de... De benne van a motivat, de benne van, igen. Jó. Ha még nézegetik, akkor még várjuk. Én ahogy mondom, nincs garanciára, hogy ezt valaki meg kell csinálni. December 31-ig.
és akkor szépen fejeztem ki magam. Restaurátort kerítem is elég. Ja, ugye? Jó. Jó, akkor következő, akkor most jönnek a plusznak eredi pontok. A régi rendőrség és a Gábor 3 utca közötti járdaépítés, amelynek ugye már nekiálltunk, mert a korábbi járdaépítésnek a vállalkozó adott, az hát jóra léve szerette volna a körmunkát elvégelni, és mondtuk, hogy ezt akkor inkább falon belül is meg tudjuk oldani, és meg is oldottuk, le is tömörítettük, most már azon gyalog jöttem vissza, és akkor a felépítmény a diakolótok értelmes járdaépítésére tudnánk vállalkozóra megbízást adni. A Kábor készített keresztmetszetet, ezt mindenki megkapta, nem akkor adunk. Nekem nincs. Mondjuk. Az előbb ja. Másoltunk, hetet másoltam oldalán. Illetőleg itt a délután készített felmérés, hogy mégis mekkora méterekről van szó. Én Fátváró folyómétert hosszról írtam jegyzetet, illetve hát adja magát egy olyan reklatlanos járta keresztmetszet szélesség. Ugye a korábbi állatban a végösszeget írt csak a vállalkozó, ugye, hogy szintezés, talajanyagetés, murvaterítés, többlétekben, lapvibrátoros tömörítés, szegélyből lerakása, 12-es földrendes betonba, tükörkialakítás, az uzolésrehozás, a térkő burkolás, erre 500, ja, és ez munkadíj, 560 ezer forint plusz száfa árajánlatot adott, ugye most, hogy a előkészítő munkákat megcsináltuk, itt a szegélyezésre 800 forint per folyóméter, a térkörlakásra pedig 1500 forint per négyzetméter árat adott. Az éjjengetésre most elmondott, több méter árat, hanem óradé 2300 forint per óra óradéban adta az ajánlatát. Szóban, mert ugye délután megkerestem, hogy ma döntenünk, úgyhogy már ennyire előreadottak vagyunk, hogy még most mi van. Mondta, hogy így más a helyzet, és akkor ezeket az összegeket mondta le. Az a véleményem, hogy órabéres munkára ne szerződjünk mi, mert azt tudod, mi az órabéres munka. Én tudom. Megfoghatatlan. Mondjon egy árat, hogy mennyiért csinálja meg. Az nem igaz, egy vállalkozó nem tud árat mondani, mert én az elején megmondtam neki ezeket az árakat, nagyon én tőlem megkérdezte, hogy milyeneket mondok, nem tudom, mert neked kell megmondani, milyen árakat mondok. És ugye akkor arra számítottunk, hogy ad egy részletes költségvetést, hogy ezt azért csinálja, hogy azért tudjuk mégis, miért fizetjük ki. Kertibor. Én azt mondom, hogy amit ajánlatot adott most, az belefér, mert én is kiszámoltam, ezt mondtam, kiszámoltam, az belefér, de a, hogy mondjam, amit órabéres munkának szánt, az vagy nevesítsük valamilyen egy összegbe, vagy egy összegbe nevesítsük, vagy teljesítményre. De én szerintem akkor is tudjuk, ha leszerződünk bele a szegély rakásra csak, és ugye közbe derül ki, majd mennyit kell visz, mert a szegély rakáshoz semmi más nem kell, kiszedni az anyját, belakja a szegélyeket, kész, és utána kell feltölteni a közepét, akkor külön tudunk egyezkedni még azt, hogy mert akkor már látjuk, hogy mondjam, manuálisan is, hogy mennyit kell visszatenni, egy köbmétert vagy fél köbmétert. De nem fogjuk testetelő még egyszer behozni az ember, ha mondjuk mi egy összeget. De én szerintem nem, egyszerűen nem tudom megmondani ezt az összeget hívra. Azt, hogyha pontosan el akarunk számolni, akkor azt... Na most én hiába mondom neked, hogy körülbelül, mit tudom én, két köbmétert kell megvakarni ahhoz, hogy normális legyen az a felület. Vagy lehet, hogy hozni kell vele még. És szerinted Gábor ő el fogja fogadni az ajánlatot, hogy csak a szegély rakást kérjük tőle? Nem, hát persze, megcsinálja a szegély rakást, meg a kőrakást. Tehát abban bent van, mondja, három munka folyamat. A
szegény megrakja a szegélyt két oldalt, elteríti az uzalékot, amire rárakja a követ, rárakja a követ. Na most ugye az alapot, a szintet, ugye a szegély rakás után kell kihúzni. Tehát ugye annyiban túltöntöttük mi a területet, oldalt, hogy ami hiányzik a közepéből majd, azt vissza lehet lapátolni, vissza lehet húzni. Tehát ha minden kötél szakad, tudod, azt mondta egyszerűen, mert akkor kötöm föl magam, ha minden kötél szakad, akkor ugye egy kis gép be tud menni a két szegély közé, főszedi, és akkor úgy rakja be, azt csak el kell löködni, letömöríti, és itt lehet rakni a követ. Na azért mondom, hogy ez, az órabéres, ez így megfoghatatlan. Mert úgyis sokba kerül, azért próbálom én úgy kihozni, hogy minél kevesebbe kerüljön, mert azért nem mindegy, hogy most 50 vagy 100 ezer fontot többet fizetünk érte. Mert amúgyis sokba kerül. Azért 100 méter járda, azért az nem semmi. Ugye körbe szegélyezve mielőtt. Különösen én magam mondom, hogy akár így, akár később valamikor aszfaltjárdát építünk, azt is szegély, akár csak elmi szegély közé is rakjuk, mert akkor marad meg. Akkor nem törik le szélet, stb. Hát ugye aszfaltjárdát is úgy érdemes építeni, hogy megfelelő alapja van neki, mert ugye az igaz mondás, hogy a ház alapja a tetőt. Akkor most minden szabad javaslatban? Összességében bár ez körülbelül 1 millió forint. Ja, annyiban. Eredetileg több lett volna 1 millió kettőbe, de... Ja, 10 000 forint simán van összes munkálatokkal négyzetméteren. Hát talán nem lesz annyi. Most már 160 négyzetméter. 160 négyzetméter, de figyelj, ott a régi járdának a kiszedése, Na, az megvan már. Tudom, de most ez mindegy. De az is meg kifizetjük valamikor. Ja, igen. Komplekt járdát építünk. Na jó, úgy indult, hogy ő adott erre is ajánlatot, azt én azért bújtam ki ez alól. Mert ott is óradíjra akarta meghatározni, most így én egy délután kiszedettette a karcsékat. Jó, meg másnap délelőtt. Ha órabérben számolok, akkor én nekem sokkal jobb az így, mert lehet, hogy ez 3 napig eljátszott volna. Egyértelmű, hogy most jó. Meg nem vigyük el a pénz másnap. Így van, pontos. Így van. Valami határozatosan akkor is kell. Akkor elfogadjuk a szegélyzésre, meg a térkörülő lakásra tett ajánlatát? Az egyengetést meg majd felmérjük? Így van. Igen. Én szerintem a szegély alap, ami lesz a szegély alapnak az elkészítését, az most ő mondja vissza ott a munkát. Igen, ja, vissza. Hát egy 10 centit kell neki visszaszedni, ugye ennyit kell, most ugye jó. Itt vagyunk ezen a szinten, ennyit kell neki egy lapát szélességet visszaszedni, beletöltő beton, megcsinálja, megtámasztó gerendát és kész. Jó. Hát jó. Szerintem összességében úgyis látjátok, az a 10 000 forintba belefér négyzetméterre összességében van. Yeah. Akkor legyen, holnap csinálják. Hát ja, jó lenne, azt mondom, persze jó lenne. Akkor a határozatom, hogy a szegélyezésre 800 forint per folyóméter, a térkörületet 1500 forint per négyzetméter ajánlatot elfogadjuk, és akkor a egyengedés tömörítés díját az órali helyett egy egyeztetés után követő fix összegben állapodjunk meg a vállalkozóval. De ezekben a díjakban anyag nincs. Nincs. Sem a beton. Sem. De azt minden nézem beszte, mert igen. De úgy is kértük, hogy... De úgy is kértük. Jó, akkor az előtt általán összefoglalatokat elfogad, hogy az készletartásra jellegző egy hangulat. Köszönöm szépen. És akkor átérnek az utolsó nyilvános ülés napirendi pontjára, a Betlehem vásárlás támogatására. Ez tegnap érkezett egy kérelem az önkormányzathoz, ezt most osztottuk ki a levelet, amely ugye azóta már meghaladta az idő. Nincs levél? Nincs levél. Miért nincs? Nem akkor másolom, jó? Másoljunk. Másoljunk.
Na, kitárgyaltuk a ülésen. Tehát tisztelt bizottság, tisztelt képviselőtestület, azzal a kérdéssel fordulok a nagyközség önkormányzat képviselőtestületéhez, hogy az őserkény Betlehem szobrainak vásárlásához szíveskedjen benni támogatást nyújtani. Az összes költség 225 ezer forintba kerül, az összeg felét a falu lakosságának támogatásából szeretnénk összegyűjteni, a másik felét szeretnénk, ha a képviselőtestület támogatná kb. 100 ezer forint testület támogatásában bízva, és akkor a szervező. Én, hogy mégis képet kapjunk róla, hogy milyen Betlehemről van szó, hogy ezt a netről rendelték, a netről oldalra felmentünk és ki is nyomtattuk, és hát ezt nyomtattuk, vásoltuk, és ezt akartam, hogy akkor a képviselőtestület tagjának kiküldjük, de szerintem úgyis meghaladta az idő, mert azóta már a faluban, hogy gyűjtötték a pénzt, ezt túlhaladta, és akkor átadom a szót azok képviselőtársaimnak, akik információkkal rendelkeznek. Nem tudom, hogy se volt. Jó, akkor esélyben köszönöm szépen. Valóban testületülés előtt kaptam egy telefont, illetve kaptunk telefont természetesen. Most nevet nem mondok szándékosan, nem is kihagytam. Így van, hogy valóban megtörtént közösségi adakozásból civil vagy polgári kezdeményezéssel, ahol pontosan ilyen helyes kifejezés. És gyakorlatilag annyi van, hogy a Betlehembe 80 centis szobrok lévén a Szent Család, illetve két angyal került beszerzésre, illetve megvásárlásra, most nem tudom, hogy jól fogalmazok-e. Tulajdonképpen a kérelem ilyen téren valamilyen módon ugye félig meddig okafogyottá vált, viszont így jött tulajdonképpen az, hogy ha már valóban Betlehemről van szó, akkor ugye az egész kép ez legyen, vagy lehessen teljes. Tehát én azt mondanám, hogy mindenképpen azzal a javaslattal szeretnék élni, illetve támogatásra útítani a képviselőtársakat, hogy ténylegesen akár három királyok, akár pásztorok, akár egyéb állat figuráknak a megvásárlására szeretnék javaslatot tenni, és hát természetesen szeretném megköszönni egyrésztről a lakossági kedvezményezést, illetve a szervezőknek ezt a kellemes meglepetését, ha lehet így fogalmazni. És hát én nagyon remélem, hogy ezáltal tényleg a Betlehem jászol, vagy hát maga Betlehem is ténylegesen egy befejezett, illetve egy régóta várt eredményt tud esetleg produkálni. Hát mindannyiunknak a nagy örömére természetesen. Tehát én ebben kérném mindenkinek a támogatását, és köszönöm szépen még egyszer a kezdeményezést. Köszönöm. Akkor viszont én kérnék, hogy összegszerűen is, hogy most ugye, mert azt mondjuk, hogy egy szobor mennyibe kerül, vagy nem szobor, egy alap mennyibe kerül, hogy akkor inkább azt mondjuk, hogy ennyi támogatást nyújtunk a Betlehem kialakításának. Mennyit gyűjtött össze? Hát, hogy állítva ez a 220 ezer forint, ez összejött. Én megint az utolsó információhoz, tehát én ezt kaptam. Igen, hát szerintem tegyünk hozzá még egy olyan. Ugyanannyi. Ugye, nekem az érdeklődöm, hogy mit szóltunk hozzá. És akkor abban kiért körül a pászlóra. Ki lehet majd csemegézni, választott az ából. Magához a betlehemi helyhez is esetleg kiegészíteni. Én ugye pont ezt akartam mondani, én úgy gondolom, hogy én is tényleg személyesen szeretném megköszönni ezt a civil kezdeményezést azoknak a személyeknek, akik ezt elindították. És az én véleményem az lenne, hogy ha támogatja az önkormányzat, akkor ő neki rendelkezésre jutani ezt az összeget, és az ő zárókézlése szerint, mivel ők kezdték el ezt, díszítsék fel azt a teret úgy, ami a zármenti időszakra szeretnék látni. Mert hát ugye ők kezdték el. De nem csak a Betlehem, hanem akár fél. Így van, amit ők szeretnének vásárolni rajta, szabad kezet adni nekik, és... Ez egy 250 ezer fontos... Azért mondom, és akkor ők... hogy olyannál díszítik a teret, amilyenek ők megállnak. Jó, de számot azt meg az önkormányzatnak kellene. Az rendben van, tehát természetesen az önkormányzat felé kell majd biztosítani. Hát itt magát a szándékot, a célt támogatják. De azért azt, hogy vegyük figyelembe, hogy azok, akik azt csinálják ott a díszítést, az biztos, hogy nem fognak tudni se a karácsonyfár fölmászni, meg fölgyfüzérek, hát fölaggatni, meg azt a dolgot. Az én szerintem, ha ők azt megépítik a Betlehemet, meg ezt elrendezik. Ezt lehet velük közölni, hogy technikai eszközökben viszont nem tudom segíteni, hogy a fűzéreket, de
Én úgy gondolom, hogy ezt meg tudták oldani, biztos vagyok benne, hogy azt is meg tudják oldani. Vannak jó tűzoltóink, mindenkinek állítottak, ugye fát vágtak, állítottak. Ezt szerintem újfelt rájuk lehet bízni, azért ők is élnek olyan közösségi életet, azért szerintem, hogy példamutató szerintem mindenki. Én a testületemével felhatalmaznám a polgármestert, hogy ezt, aki kezdeményezte, ahol a személyel vegye fel a polgármester a holnapi nap folyamán a kapcsolatot, egy beszélgetésre hívja el, közölje bele a testületnek a döntését, hogy a testület még plusz anyagi forrás biztosított, és ők döntik el, hogy hogy és miként fogják felészíteni a teret az árvent időszakra. Én nekem ez lenne a véleményem erre. Tehát egy eszmei, meg egy fizikai. Vagy a természetesen. Vagy akár a jegyzőnek, hogyha a polgármester nem ér rá. Jó. Holnap biztos nem. Legyünk testetek az eredetben. De nem, ezt holnap megkövet veszem, jó? Igen. Akkor 200 ezer forintot mondhatok zavarás előtt? Hát 250 még maradjunk akkor szerintem, jó? Volt 100, most 200-250, akkor azért mondtam. Azon, hát a kettő van. Szerintem még nincs, húzzuk kell a szercsorát, mondjuk. Mert mindig az önök. Azt mondtuk, hogy annyit teszik hozzánk, mert összegyűlt. Igen. De most itt a forrásnak kell keresni. Egyértelmű, hogyha az önkormányzat nevére hozzá a számlát. Igen. Akkor az majd most lehet, hogy 215 lesz. 298-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 298
Jó, és itt ugye elsőleges a kutyakorlátra nem volt a... Aki ezt támogatja, kérem készfeltartásra. És kettőt elmondtam. Az ugye erről kell elszámolni, hogy úgy jönik össze tudom. A dolgokat látnám, hogy valami kiadás, amit... Én a nyilvános napjának a végére értem. Nem tudom, kihagytam-e valamit, körülnézek. Mert bejelenteni való majd mindenképp lesz. Nem tudom, kérdés észrevétel nincs, akkor szóval cselenkeztél. Ne, téged kérdeztél. Ja, én azt hittem, hogy gyakran. Hát végül is ugye, hát a napjövő kormányban is egyszer kiszólt a szám, hogy az adventi üdésszakban vagyunk, ugye advent első hetében, és az önkormányzat és a civil szervezetek nem is további jobban, hogy a korábbi éveknek megfelelően készülünk az adventre, készülünk az advent ünnepségekre. Most a korábbiaktól eltérően advent három vasárnapján az ünnepségét szervezzük és tartjuk meg, és most vasárnap kezdődik ugye az első, ahol az ünnepi köszöntőt az úrkormányosunk volt Péter atya mondja, a meghívók plakátok elkészültek, ezt a honlapon, illetve a Kábel TV-be a hirdetőtáblákon már mindenki láthatja. A negyedik vasárnap az, ami szentestére esik, és akkor arra megkészülünk külön műsorral. Az család ünnep, azt én azt kívánom, mindenki otthon családja körében, békében, boldogságban ülhesse meg. Ami mindenképp egy pozitívum, és ezt még csak félfüle hallottam, de bízom benne, hogy ez is megvalósul, hogy most vasárnap plébánosok is készül, és az ünnepség előtt 3 órától, ha jól tudom, a templomban is a Palesztrina kórus ad koncertet, tehát egy kicsit nagyobb ív is lehet az első advent ünnepségünk. Én bízom benne, hogy sok emberrel találkozom. Köszönöm szépen!